A szolnoki járási ügyészség állatkínzás büntette miatt emelt vádat azzal az újszászi nővel szemben, aki a saját ingatlana udvarán heteken át az állatnyakára fűzött vaslánccal egy betonkaróhoz kötve különös szenvedések között tartotta a kutyáját. A vád szerint a 47 éves nő 2021. július 16-án és az azt megelőző legalább 2-4 hétig úgy tartotta az újszászi lakóháza udvarán a 2 éves keverék középtermetű nőstény kutyáját, hogy a kutya nyakára fűzött, 2 méter 40 cm hosszú vaslánccal egy betonkaróhoz volt kötve. A kiérkező rendőrök azt tapasztalták, hogy a kánikula ellenére friss ivóvíz nem volt a kutyus előtt, valamint a nyakán lévő nagyszemű lánc az ebb nyakába, húsába belenőtt. A helyszíni szemle során az állatorvos megállapította, hogy a négy lábú nagyon sovány, és a nyakából a lánc csak műtéti úton távolítható el, ezért azonnal a kórházba szállították. Az egyenruhások előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 46 éves nőt, aki gyanúsított kihallgatása során beismerő vallomást tett. A szolnoki rendőrkapitányság állatkínzás vétség elkövetése miatt folytat nyomozást. A vádlott bánásmódja következtében a szorosra fűzött vaslánc az állat mozgásának hatására bemélyedt a kutya nyakán lévő kötőszövetekbe, és ennek következtében egy mélyre terjedő, kifekélyesedéssel és kiterjedt szövetelhalással járó, az állatnak különös szenvedést okozó gyulladást eredményezett, amely mellett a kutya lesoványodott és kiszáradt állapotban is volt. Amennyiben nem történt volna meg a kutya kimentése, és nem kezdődött volna el a gyógykezelése, az állat nagy valószínűséggel napokon belül elpusztult volna. Messziről látható volt, hogy mi a probléma. A probléma ugye, hogy egy legalább több hónapja benőtt lánc volt a nyakán, ami egy nagyon csúnya sebet képzett. Bealtattuk, kivettük ezt a láncot és összevartuk, és nagyon jól, szépen gyógyul azóta ez a seb. A kutya láthatólag nagyon jól érzi azóta magát. Sajnos vannak egyéb problémák is, például szívférgességet is megállapítottunk nála, a vérlaborja egy nagyfokú lesoványodást támaszt alá, hát ezeket majd helyrehozzuk. A járási ügyészség büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás keretében tárgyalás mellőzésével végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönkiszabására tett indítványt a vádiratban. Az ügyben a szolnoki járásbíróság fog dönteni.